ugrik egyet, akkor az mi? Víz, akkor hullámot. Igen. Sokunknak ismerősen csenghetnek a tűz, víz, repülő hívószavak, hiszen ez egy igen közkedvelt játék, melybe a fiúk és a lányok nagy örömére az Ében névre hallgató 4 éves Óriás Uszkár is becsatlakozott. Kölyökkora óta Szokolni igaz Enikő habilitációs kutyakiképző foglalkozik vele. Személyisegítő kutyavizsgája van, ezért hivatalosan ugye személyisegítő kutyaként dolgozhat, és most pedig terápiás tanulóként van vele. És igen, jutalomfalatra dolgozik, az a motiváció, ezek apró kicsi falatok, hiszen itt azért rengeteg inger éri őt, és egy-egy jó mozdulatáért, és azért, mert ő aktívan egy ilyen ingergazdag környezetben és velem figyelmesen dolgozik, én ezért őt jutalmazom. Nagy létszámú a gyerekcsapat, úgyhogy közel 30 gyerek volt most velünk egy óra hosszán keresztül. Ilyenkor, amikor ilyen nagy létszámban tartunk foglalkozásokat, akkor általában ilyen nagyobb csoportos játékokat, hogy minél több gyerkőc tudjon velünk játszani, készítek. A tábor vezetői Bőrcsök Beáta és Rozsnyai Éva voltak. Mint megtudtuk, a kutyás foglalkozást az érzékenyítés szempontjából tartották fontosnak, valamint az volt vele a céljuk, hogy a gyerekek minél jobban feloldódjanak és önfeledten érezzék magukat a csoportos tevékenységek alatt. Az együtt töltött 5 nap egyébként alapvetően a neves író Csukás István meséje, mégpedig a Mirmur Kandúr kalandjai köré épült. A történetek szereplőit a résztvevők több féle anyag felhasználásával és különböző technikák alkalmazásával hívták életre, ugyanis többek között bábokat készítettek. Szoktunk festeni, színezni, vágni, ragasztani is. Szoktunk. A 8 éves Oriskó Lilitől pedig azt is megtudtuk, hogy miért jók az ilyen kreativitást igénylő elfoglaltságok. Mert mindig kikapcsolódok közbe. És tetszik. És miket készítettetek? Láttam, hogy voltak itt nagyon szép ilyen mesefigurák. Mesélj nekem arról, kik voltak ők. Hát volt egyszer Mirmur, kis csacsi, Ferdinánd a gyalogbéka, Bóbice, kis malac, Csinnadratta, kínai. Kiderült az is, hogy az alkotásokat a tábor utolsó napján kiállították azért, hogy a szülők is megszemlélhessék, milyen ügyesek voltak a kicsik. Az elkövetkezendő hetekben a könyvtárban és a múzeumban további, mint például sakkal, hímzéssel, nemezeléssel, vagy éppen szövéssel kapcsolatos programokat rendeznek majd. Ezekről a képernyőn látható elérhetőségeken tudnak érdeklődni.